De az, ami a déli határnál történik, az valóban, ahogy mondod, az történelmileg nézve is egészen rémisztő. És szó nincs arról, hogy Izrael egy apartheid állam lenne. Melyik a második legnagyobb vallás? Európa összes országában az iszlám. Kettő kivétel, érdekes módon, ezt még nem tudok erre magyarázatot, Csehországban a buddhizmus, és Magyarországon, na ki találjátok? A zsidóság, pontosan. Heti hírmagyarázat és világmegfejtés a Mandiner munkatársaival és meghívott vendégeinkkel. Ez a Mandiner reakció. Folyamatosan frissülő tartalmainkért kérjük, iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Köszöntöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket és a kedves vendégeket, Jeszenszky Zsolt, politikai hobbistát, Vecán Zoltán kollégámat. Köszönöm. Ez pedig itt a Mandiner reakció, én pedig a végén, de nem utolsó sorban Kacsó Dániel vagyok. Rengeteg témánk van, ezeket fogjuk kibeszélni, és azt mondom vagyok, hogy kezdjünk egy olyan metatémával, amiben úgy tűnik, hogy társadalmi konszenzus van legalábbis a megítélésében, bár lehet, hogy ez sem teljesen stimmel. Titkosszolgálati jelentés készült a migráció és a terrorizmus veszélyének esetleges összefüggéseiről, egészen konkrétan a déli határhelyzet kapcsán, ahol ismét egyre erősebb jelek érkeznek azzal kapcsolatban, hogy nem tudtuk le mi európaiak, sem magyarok, sem ezt az úgynevezett bevándorlás nevű jelenséget. Tehát lehet, hogy ami előttünk van, az még durvább, mint ami mögöttünk van. És ebből a jelentésből olyan érdekességek, vagy nem tudom, rémisztő részletek derülnek ki, hogy a tálibok konkrétan rátelepedtek ezekre az embercsempész bandákra. Ezek között pozícióharc zajlik, alternatív fizetési eszközökkel intézik az ügyeiket. Ezért ment fel a bitcoin 20%-ot az elmúlt pár hétben. Most már nézzük, most gazdasági percek következnek. Egyébként ez egy nagyon érdekes aspektus. Megkérdeztünk szakértőket, és erre hívta fel a figyelmüket Somkóti Bálint biztonságpolitikai szakértő, hogy nagyon-nagyon hasonlít a kriptovaluták világára ez a szisztéma, amit az embercsempészek használnak. Nyilván ez most itt kicsapja néhány embernél a biztosítékot, de a logika az világos. Titeket mennyire lepett meg egyébként ez a jelentés? Mert ugye kicsit olyan, mintha egy csomó olyan dolog, amiről gondoltuk, hogy úgy van, arról kiderülne, hogy tényleg úgy van. Hát meg olyan dolgok is, amikről nem gondoltuk, hogy ennyire így van, és ennyire így van. Egy pillanatra visszatérve most, hogy a kriptovaluta az mennyire tiszta a pénzet, a készpénz is pontosan ugyanúgy járja a maga útját a különböző illegális dolgok között, tehát ezt semmiképpen nem érdemes ennek betudni, de nyilván könnyebb így ez a történet. Én amikor nem voltam a déli határon még egy szűk két évvel ezelőtt, még talán nálatok is voltam erről. Igen, volt a hobbistában, nem erről beszélgetni. Akkor is már látszottak előjelei annak, hogy itt valamiféle komolyabb banda kezd összeállni, és akkor ehhez képest durvult el a helyzet. Ugye akkor még egy csomó szerencsétlen volt, akikkel még lehetett úgy nagyjából szót érteni, meg beszélgetni, főleg a szírekkel, az afgánokkal már akkor sem nagyon, és volt az emberek egy olyan érzése, hogy ők egyébként közben félnek is azoktól az emberektől, akik őket majd átviszik, majd átjutatják a határon. Tehát volt egy ilyen aspektusa is a dolognak. Már akkor is megvoltak ezek, csak hát az eszközök voltak kevésbé nyilvánvalóak. Tehát az, hogy fegyveres összetűzések vannak a magyar déli határon, meg a magyar nyelvhatáron belül, az egy egészen új fejlemény, és hogy most elkezdtek sűrűsödni az események, ugye először csak köveket dobáltak ugye át a határon, aztán próbáltak megrongálni ugye ott a különböző autókat, aztán próbáltak átvenni. Tehát ezek megvoltak már eddig is, de az, hogy konkrétan iszlamista fegyveresek jelentek meg a magyar déli határon, az szerintem mindenkit betriggerel, aki valaha olvasott történelemkönyvet. Új novum. Én arra figyeltem fel, hogy azt mondtad, hogy társadalmi konszenzus van ebben, bár utána magad is árnyaltad egy kicsit, hogy azt gondolná az ember, hogy igen, tehát hogy a józan ész, az még a baloldali szavazóknál is van egy pont, ahol bekapcsol. És lehet, hogy a szavazóknál egyébként igen, de sose felejtsük, hogy azért ezek azok a pártok, politikusok, többek között a magyar baloldalon is, de hát az egész európai mainstreamben egyébként, akik még ugye néhány évvel ezelőtt nem csak éltették a migrációt, dicsőítették, de ne felejtsük, például álproblémának nevezték, így van, és szerintem ennek az egésznek egy a legjobb ilyen mindent elmondó manifestáció, és szerintem ezt nagyon sokat kéne most újra elővenni és mutogatni, a Magyar Narancsnak azt a címlapját, ami Orbán Viktor szögesdróttal a bajszal helyén, tehát ilyen Hitler szögesdrót bajusza, nagyon frappánsnak találták akkor ezt a dolgot, és ez egy kicsit úgy elfelejt, mint elfelejtettük volna ezt, az hogy, a baj, hogy mit mennek. Művelt a Magyar Narancs. Az a baj, hogy tovább mennek. Ez 4-4 volt. 4-4, igen. Ez egyébként az
Bedemáltam, az a baj, hogy tovább mennek. Tehát ezeket elő kéne venni újra, és hogy ezek azok a közéleti megmondó emberek, véleményformálók, politikához kötődő szereplők, médiumok, nyilván a baloldali politikusokkal ezek azért tandemben mozognak, akik ezeket írták, ezeket mondták, és nézzük meg, hogy mi történik. Tehát elképesztő felelősségük van, és én nem láttam azt, hogy ebben ők őszinte megbánás, hagyjuk meg, legalább amifajta belátást mutatnának. Persze próbálkoznak, mert látják, hogy... Óvatosak, mert a kerítés az már maradhat, az már kár, hogy persze, felépül, így van, maradjon. Tehát elképesztő sunyin próbálkoznak, mert hát azért látják ők is, hogy még a saját szavazóik is azért be vannak szarva ettől az egész helyzettől. Tehát most már nem pacekba, premierbe éltetik a migrációt, de még egyszer sem mondták azt, hogy hú, ez tényleg egy nagyon komoly probléma, amiben... Hát egyrészt Orbán Viktornak igaza van, ezt mondjuk ne várjuk el, hogy bármelyik balos is kimondaná, már pedig tökéletesen igaza volt Orbán Viktornak, de hogy legalább az, hogy hú, akkor ez egy valós probléma, és ezzel tényleg kezdeni kell valamit. Persze az egész európai elitnek ez egy elképesztő felelőssége, több mint felelősség. Tehát ez egy gazemberség, amit műveltek Európában. Mondd csak, Zoli, aztán... Csak egy fél mondat, miközben, mint gyöntjük a takonyra, úgy ugrottak rá azokra a vendégmunkásokra, akik szerződés szerint meghatározott időre jönnek el olyan munkahelyeket betölteni, amit már sem a magyarok, sem a környező országból... Fülöp-szigeteki keresztények egyébként, akik egyébként teljesen... Ha más kultúra is, de egy jámborbék és dolgozni akaró réteg, nyilván pár ezer emberről beszélünk, akik valóban olyan munkákat vállalnak el, amik elengedhetetlenek a magyar gazdaság működéséhez, de itthon egyszer nem találni hozzá embert. Erre azonnal ráhoznak, hogy... És kemblükre ölelik a marinét, akit rasszistáztak azért, mert nem szerette volna, hogy átjöjjenek a déli határon. Érdekes, ilyen DK jobbi koalíció kezd ezzel kapcsolatban, csak a szóhasználat más kialakulni a vendégmunkás törvénnyel kapcsolatban. Amiben tényleg hangsúlyosan benne van, most írják újra egyébként, és amennyire mi tudjuk, valószínűleg szigorúbb lesz az első verziónál, amelynek ugye az a lényege, hogy ha már jön ide valaki dolgozni más országból, akkor hangsúlyon az egy meghatározott időre szóljon, meghatározott feltételeknek kell megfelelni, és ez egész egy keretek között zajlik, nem pedig letelepedésről beszél. Sajnos ez nagyon fontos, és ezek valóban nem arról szól, hogy ide jön egy, és akkor utána hozza a családját. Persze, hogyha szeretné, akkor valahol hosszú távon nyilván van erre lehetőség, de ez nagyon-nagyon szabályozott keretek között. De az a baj, hogy ebben a vendégmunkás hergelésben nem csak DK Jobbik, de a Mi Hazánk is ebben nagyon beleállt, akik egyébként eddig a legtöbb kérdésben egy meglehetősen konstruktív ellenzékiséget képviseltek. Számos kérdésben szemben állnak a kormánnyal, de ez tök érthető, mert egy ellenzéki pártról beszélünk, de hogy mondjam, azt gondolom, hogy ezt relatíve konstruktívan és vállalhatóan csinálták, ebben totál beleálltak a hergelésbe. De ez most szerintem csak egy mellékvágány egyébként, ez az egész vendégmunkás dolog. Fontos kérdés, de az, ami a déli határnál történik, az valóban, ahogy mondod, az történelmileg nézve is egészen rémisztő, és egy kicsit érthetetlen is számomra. Bevallom őszintén, hogy kerülhet oda ennyi. Tehát Szerbiának azért van egy, azt gondolná az ember, hogy egy viszonylag jól működő hadsereg, rendőrség, stb. Ezek szerint vagy nincs, vagy nem végezte a dolgát. És még egy érdekes, bocsánat csak, ami megakadt a szemem, hogy ugye Robert Fico most a szlovák határa vezényet, igaz, hogy csak egy napra, és aztán vissza is mentek a, nem tudom, laktanyába, vagy a katonaságot, de hogy azt mondta, hogy valami 46 ezer illegális határátlépő volt a tavalyi, vagy az idei, nem tudom, évben Szlovákiába. Most lehet, hogy ennek egy része mondjuk Ukrajnából jött, ezt nem tudom, de hogyha csak a fele is mondjuk a magyar határól, akkor most mi van? Akkor ezek mégis bejutottak ide hozzánk? Szerintem ilyen arányban biztos. Biztos, hogy van, aki átjutott. Tehát ez teljesen kizárt, hogy ne jusson. Tehát, hogy teljesen lezerek, hogy hermetikusan ezt nem lehet megcsinálni. Egy, kettő, hogy a véget ér valahol az a határkerítés, és akkor mondjuk Románia felől csinálnak egy ilyen kiflit. Ez mind benne van ebben a dologban. Fico meg hát nyilván ugye ráült erre a dologra. Oké, hogy belpolitikai... Kampány volt, ugye választás volt nyilván, és akkor muszáj volt megmutatni, hogy tényleg, és akkor ő most fölvált. Ő már a megoldást szállította, nem a problémát vetette föl. Tehát szerintem ez egy viszonylag... Tudod, akkor ezt tekintsük csak politikai nyilatkozatnak nagyjából? Hát a szlovákok most szembesülnek azzal, amivel mi szembesültünk ugye a kerítés előtt.
Tehát, hogy ott azért szerintem, most nyilván nem az lenne a megoldás, hogy minden egyes határa kerítést, meg határőröket, meg mindent visszahúzni, mert akkor Schengennek annyi. De Fortress Europe a megoldás. De akkor a Fortress Europe. De akkor, hát igen, csak nem feltétlenül ebben a formában, de nem az összes határa mindenhol befele egészen, nem tudom. Kint. Hanem kint, a külső. De az egy fortress, tehát akkor nem ebben a formában, hát nyilván van, ahol ez tengeri blokkádot jelent, nem csak falakat, de tényleg én sem látom azt, hogy bármi más megoldás lenne. Akkor itt kötnék át egy másik témára. Kövess Lomó rabbi volt ennek a misónak korábban a vendége, és pont ott, ahol Zsolt Eusz beszélt arról, hogy ritkán tesz politikai statementeket. Meg akarom én is hívni a Slomót, majd hozzá, ő intézd el. Hozzá jó, megbeszéljük. Ő egy szuverén személyiség, úgyhogy majd eldönti, de a meghívást akkor itt közvetítem a nézők és felé is. Azt mondta, hogy Isten áldja a magyar kormányt, amiért annak idén úgy döntött, annak idén 2015-ben, hogy inkább nem reszkírozza meg, hogy több ezer muszlim bevándorló letelepedjen Magyarországon, nyitja ki a szárnyas kapukat, mint ahogy Ausztria tette, ugye némi eufemizmussal, hanem inkább lezárja a határt, mert hogy akközül a néhány tízezer vagy ezer között biztosan néhány tíz vagy száz, aki most tüntetne Budapesten, vagy lehet, hogy még több. Szerintem ezer, aki tüntetne, és tíz, aki robbantana, vagy késelne, vagy legalábbis próbálkozna ilyesmivel. Mindenesetre ez a mi lett volna a kategória, hogy nem tudom. Hál' Istennek nem kell ezen gondolkodni. Tehát csatlakozunk rabbi úrnak ez a megjelentéséhez szerintem, ha nem is fogalmazunk olyan politikai statementként, mint ahogy ő tette. De hogy valójában ezt a problémát most Európa biztosan érzékeli az izraeli konfliktus nyomán. Nevezetesen, hogy tüntetések, erős terrorfenyegetettség növelése, terrorcselekmények, készültség különböző országban, Franciaországban nagyon éles a helyzet, Angliában is, és más országokban is, ami hál' Istennek nálunk ugye egyelőre legalábbis bizonyosan nem tapasztalható, bár vannak olyan felvetések, hogyha mi is túl sokat hangsúlyozzuk, hogy milyen biztonságos ország vagyunk, azzal válunk célponttá, hiszen akkor érdemesülünk egy terrorcselekmény célpontjával várni, hiszen jelképes áldozatként jól mutatnánk a Hamas terroristáknak mondjuk a büszkeség falán. De ebbe az irányba inkább ne menjünk el. Mi lesz így Európával? Összegezném a mondandóm végén a kérdést. Hát bár csak meg tudnám mondani, és lenne valami kristálygömb, amit ha megengeded, én ebből egy picit más irányba kanyarodnék el, mert fontos, amit mondtál, hogy Slomo azt mondta, hogy Istennek hála. És bár nagyon fontos, hogy az Isten, akiről Slomo beszélt, az ugyanaz az Isten, akiről mi beszélünk. Uh-huh. Tehát a kereszténységnek és a zsidóságnak. Ugyanaz az Isten, akiről meg ugye a muszlimok beszélnek. Hát igen, az már egy másik kérdés, hogy az ábrahámi vallások között itt most már egy olyan törés van, de itt szerintem az a nagyon fontos, és azért mondom, hogy egy kicsit más irányba mennék, és ez nyilván nem Slomóról és az ő általa képviselt irányvonalról szól, hanem a magyarországi zsidóságnak egy másik jelentős részéről, aki szerintem még a ébredés előtt van. Tehát nekik még hátra van ez, és remélem, hogy megtörténik. Akik a mai napig hétpofára orbánoznak, és fasisztázzák azt a magyar jobboldalt, amelyik a legbiztonságosabb országot teremtette meg, konkrétan a zsidóság számára Európán belül, és még nagyon sokaknak föl kellene erre ébredniük. A másik oldalon nagyon sokaknak föl kell ébredni, vagy legalábbis sokaknak azon a radikális jobboldalon, akik most palesztin zászlót tesznek ki a profilképük alatt. Tehát fogalmuk nincs ezeknek az embereknek, hogy mi történik. Azért, mert van bennük egy valami fajta indokolt vagy indokolatlan, ezzel nyilván lehet vitatkozni, ellenérzést a magyarországi zsidóságnak pont azzal a részével szemben, akik itt fasisztáznak minket, meg akik a kommunistákkal kollaboráltak. Tehát ez egy, mondjam, messzebbre mutató kérdés, de az, hogy itt most ki a jó fiú és ki a rossz, az olyan világos, hogy ebben nincs kérdés. Tehát nyilván a palesztinában élőknek, szándékosan nem mondom, hogy palesztinok, mert ugye ez egy pár évtizede képződött meg, ahogy a Puzsér kedvenc szavát használjam, ez az identitás valójában. Jó, az a Római Birodalomban is volt egy palesztin nevű provincia. Ez egy földrajzi terület. De ilyen, hogy palesztin nép sosem volt, ezek arabok, de mondjuk ez erről Zoli vannak viták, hogy ugye, de mondhatjuk azt, hogy mondjuk, hogy a 70-es évek óta ez egy
létrejött egy ilyen identitás, ez oké, tök rendben van, és ezeknek az embereknek valami fajta joguk van az önrendelkezésre és a normális életre. Ebben semmi vita nincsen. Izrael soha egy pillanatig nem vonta kétségbe ezeknek a palesztinoknak a jogát arra, nem csak hogy éljenek, de hogy államuk is legyen. Tehát több alkalommal is születhetett volna már megegyezés. Izrael sosem volt ennek a kerékkötője. Ráadásul Izrael semmilyen formában nem mondta soha azt, hogy Palesztinának nem szabad léteznie, hogy a palesztinoknak nincs ott keresni való. Ezzel szemben a Hamász elsősorban, de azért a Hamász elég sok palesztint radikalizált, azt mondja, hogy Izraelt el kell törölni, a zsidóságot el kell törölni. Azt is látjuk, hogy vannak palesztinok, és biztos, hogy sokan, akik maguk is áldozatai a Hamásznak és ennek a radikalizmusnak, akik tényleg csak normálisan szeretnének élni. Gázában, vagy akár Izraelben, ne felejtsük, hogy Izraelben 2000 arab él, és van egy felmérés, 60%-uk tökéletesen meg van elégedve Izrael, és mindössze 19% az, akinek komoly kifogásai vannak. Azt jelenti, hogy 80%-nak nincs komoly kifogás, és 60% tök elégedett. Tehát szó nincs arról, hogy Izrael egy apartheid állam lenne, egy rasszista, vagy hogy valami fajta gettóban bazárta volna a Hamász. Ne felejtsük, hogy 2005-ben Izrael kivonult Gázából, nem a Hamász, nem Gázát. Gázából kivonult, és meg is tiltották a telepeseknek, hogy sőt, el is kellett költözniük a telepeseknek, amiért Izraelben az izraeli jobboldal, akkor radikális jobboldal tüntetett Ariel Sharonnal szemben. Tehát Izrael tényleg, és most nem, nyilván biztos, hogy vannak, hogy mondjam, egyes túlkapások is a katonai műveletek során, vagy esetleg az izraeli politikában is vannak olyan hangok, akik radikálisabbak, tehát szó nincs arról, hogy Izrael valami fajta szent állam lenne. De Izrael nagyon-nagyon konstruktívan áll az egész kérdéshez, ez az egyik, ami nagyon fontos, és a másik, hogy Izrael egy nemzetállam, egy nyilván vallási alapon létrejött nemzetállam, amelyik védi a határait, és azt mondja, hogy csak az jöhet ide, aki hajlandó az én általam és a lakosságom által támogatott rendező elvek szerint élni. Izrael pontosan azt csinálja, amit Magyarország csinál. Amit Magyarország próbál. Nem kell vaskupolát építenünk és hasonlókat. Igen, hál' Istennek. És még egy gondolat, aztán bocsánat, hogy egy kicsit hosszabb mondom, hogy most láttam térképeket, különböző ilyen etnikai, vallási összetétel világon, Európában, stb. És nagyon érdekes volt, hogy ugye különböző országokban melyik a leggyakoribb vallás, hát nyilván Európa nagy részében ez a keresztény, azon belül is a római katolikus, nyilván Bosznia, Albánia kivétel, ahol a muszlim az első, de és hogy melyik a második legnagyobb vallás, és Európa összes országában, nyilván Boszniában és Albániában a kereszténység a második, Európa összes országában az iszlám. Kettő kivétel, érdekes módon, ez még nem tudok erre magyarázatot, Csehországban a buddhizmus, és Magyarországon, na kitaláljátok, a zsidóság, pontosan. Egyetlen ország. Meg Észtországban és Izlandon meg a pogány, ilyen neopogány. Pagánizmus, igen. Irányzatok. Izrael, bocsánat, nem akarok közbevágni, Izrael folyamatosan elutasította a két állami megoldásokat, egy bazi nagy fallal vette körül Gázát, tehát itt inkább én egy kölcsönös eldurvulást látok ebben a dologban, ami semmilyen módon nem menti azt, amit a Hamász csinált, tehát hogy ez itt, de ennél szerintem azért árnyaltabb a helyzet, mint hogy tehát itt ez a jó fiú, rossz fiú dolog, ez mindig egy kicsit nehézkes kérdés. Ebben a helyzet, de most tök egyet. Én erre mondtam, hogy a jó fiú, rossz fiú nem kérdés. Ezért mondtam, hogy van létjogosultság a vitáknak a palesztin kérdés rendezésében, és Izrael is érheti bírálat jogosan ebben, de hogy ebben a mostani kérdésben a jó és a rossz fiú között nincs. És nyilván nem megyünk vissza akkor a Palesztina tartományig, meg a palesztin mandátumig. Vagy a 19. századi Törökországon belüli, Oszmán Birodalmon belüli, nehogy megint elrontsam, múltkor muzulmánokat az ókorban helyeztem, véletlenül nem direkt volt. Visszajöttek nyugdíjá, itt vannak a határa. Szóval, hogy az akkori helyzethez is érdemes olykor visszatekinteni, amikor a mait elemezzük, nagyon más volt. Persze, csak szóval alapvetően ott emberek nyomorognak. Alapvetően ott van egy kormányzat, ami vagy így, vagy úgy, kicsit nekem egyébként, ha már párhuzamot keresnék, én Észak-Koreát mondanám, hogy egy körbe ostromlott valami ez a gázai történet, el van vágva a bojkott és minden egyebek által tulajdonképpen ki van éheztetve. A kormányzata pedig, amit ugye elvileg választ, aztán a fene tudja, hogy te egy AK-47-essel a halántékodon milyen döntést hoznál a szavazófülke magányában. De hogy alapvetően ott van egy kormányzat, amelyik magára erőszakolja ezt az egész helyzetet, közben amit kapnak, mégiscsak segélyeket, azokat ellopják és fegyverkezésre fordítják, tehát nekem inkább ez a párhuzam áll itt fönn, és akkor Izrael megfogta és elszigetelte ezt az egészet, 2005-ben kivonult,
megjegyzem, a telepeseket meg átrakták Cisziordániába, tehát azért ez a terjeszkedés, mint olyan, ez egy létező történet, ami értetően fájhat a palesztinoknak, akiből kiszerelmesedett a radikális jobboldal, egy jelentős része szerintem azóta, amióta rájöttek, hogy ezek egyébként darabok. Meglepetésszerűen ez elérte őket. Most tegyük hozzá, hogy a radikális jobboldal egy részének az volt bennük szimpatikus, ami Hitlernek is, hogy nem szeretik a zsidókat. Ez egy averzió a zsidósággal szemben, aminek, hogyha azt Hitler nézzük, is hogy... fogadta a palesztin, akkori palesztin hatóság, ami nem tudom, mi volt akkor éppen, valamilyen muftit, akit szívesen látott egyébként talán Berlinben, de nem tudom, lehet, hogy a sasvészekben találkoztak, ennyire nem néztem utána. Nagyon kedélyesen elbeszélgettek, furcsa fajelméletet akkor így a Führer egy kicsit odébb tette. Sőt, ha már történelem, akkor meg ugye az utolsó sakk elődje, tehát Reza Pahlavinak az elődjét pedig szintén a német barátsága miatt távolították el 41-ben, ugye nyomása Irán éléről. Tehát, hogy megvannak itt ezek a párhuzamok, meg Jom Kippuri háborúval is szoktak párhuzamokat vonni. Szóval alapvetően szerintem Izraelt nyugodtan érheti kritika a múltbeli dolgok miatt, én azt gondolom. Ebben a jelenlegi helyzetben pedig egy olyan kényszer helyzetbe kerültek, hogy egyszerre kell tehát két üzenetet kell egyszerre közvetíteniük. Két teljesen ellentétes üzenetet. Egyfelől a civilizált világ felé meg kell mutatniuk, hogy ők nem olyanok, mint a Hamas. Tehát, hogy nem oda megy az izraeli katona, és ugyanúgy még fejbe lő, meg lefejezi, meg nem tudom. Jó, viszonylag könnyen megugorható légy ez azért. Még a hibák, vagy a felróható túlkapásokkal együtt több évtized alatt sem csinált egy izraeli katona sem olyat, mint amit bármelyik Hamas terrorista. Egy cikkünk erről, 2008 óta az összes évben nem volt annyi halálos áldozata az izraeli-palesztin konfliktusnak, mint idén. Uh-huh. És ennek a jelentős része az elmúlt hónapban, tehát hogy sőt, 99%-a. Ilyen szép grafikon van, így mennek az évek, és aztán így van az idei. De hogy alapvetően itt vannak ilyen típusú hibák, és nyilván az izraeli hadseregnek ugye egyszerre két dolgot kell kommunikálnia, az ahogyan visszacsap. Erőt és emberséget. Tehát hogy egyszerre... Miközben az egész ország az erőt követeli, nem az emberséget. És várjál, mert az erőt azt a palesztinok tök máshogy ér, tehát az, hogy most oda bemegy az izraeli katona, megbilincselik szépen, megsimogatják, elviszik mondjuk, az nem erő. Nekik az a szintje az erőszaknak az erő, amit ők maguk is csinálnak. Na most egy ilyet, ezt az ambivalens, ezt nem tudom, hogy fogják feloldani. Hát igen, valóban ez a nagy dilemma, de azért azt tegyük hozzá, hogy és aztán térjünk át esetleg más témákra is, bár hogyha van még gondolatotok, akkor ne tartsátok magatokban, hogy azért egy olyan országgal, vagy nevezzük, nem tudom, entitással tárgyalni, ahol minden kórház, most túlzok, de kórházak és oktatási intézmények alatt katonák tanyáznak, és onnan lövik a rakétákat, ahol egyébként civilek laknak. És konkrétan oda viszik erőszakkal oda a civileket, pajzsnak. Igen. Tehát, hogy ezzel az entitással, aki a pénzt fegyverre költi, minden szolidaritást kisiklat és erőszakká alakít át, mint az ilyen szuperhősök, amit hogyha megütöd, és az erőt magába szívva visszaüt, minden jót, amit kap, azt rossz áll, akit most megint leegyszerűsítek és túlzok, de valahogy így kell elképzelni, hogyan tárgyalsz vele. Tehát kivel és hogyan tárgyalsz, hogyha így viselkedik, és utána meg egyszer csak egy október 7-i reggelen egyszer csak 1000-nél is több civilt mészárol le, és több százat hurcol el. Tehát ezzel az entitással szerintem tárgyalni, bármiféle megegyezésre jutni, azért sem lehet, mert hiányzik belőle ez a képesség. Hát de mi is egyszerűen... a túszokkal, mert ott van 200 ember, akit elraboltak. Halálos dilemma. Nyilván én nagyon nem lennék Izrael helyében. Most azért sem érdemes, vagy hogy mondjam, igazad van, hogy nincs miről tárgyalni velük, mert a Hamas alapító okiratában, az egész a puszta létezésének az alapjában ott van, hogy Izrael és a zsidóság elpusztítása. Tehát minden, és azt is mondják, hogy minden egyéb tárgyalás legradikálisabbjaik szerint kifejezetten bűn, mindenfajta megegyezés, tárgyalás, a úgynevezett mérsékeltebbek szerint az csak időhúzásra jó, addig, amíg majd a végső megoldást be tudják vinni. Tehát egyszerűen semmifajta szándék nincsen. Én azért egy kicsit, mondod, hogy Izrael megakadályozta a két állami megoldást. Nyilván egy olyan államot nem, Izrael nem engedett meg a szomszédságában. 2008-ban jött hatalomra, és a két állami megoldás. Előtte fatták, hogy előtte meg a két állami megoldás, meg benne van eleve az egész állam létrejöttének az alapító. Hát 48-ban eleve az lett volna a cél. A britek ugye ezt szerették volna, de hát nyilván azóta Izrael azt nem engedheti meg, hogy ott egy terrorista állam jöjjön létre a szomszédságában. Nyilván az első percben az összes muszlim állam, amelyik tehette az ellen, tehát hogy persze az eltörléséről. Csak
Igen, ez ugyanaz a dilemma, hogy emberség és erő, ezt hogyan tudod megvalósítani egy olyan közegben, ahol csak az erőből értenek az emberség meg gyengeség. Nyilván ez egy nagyon érdekes történet, de ettől függetlenül szerintem a Hamász kicsit úgy viszonyult a palesztin néphez, mint mondjuk nem tudom, a német nemzeti szocialista munkáspárt, mondjuk a németekhez. Tehát, hogyha ezt valamilyen módon le lehet írtani a tetteiről, és utána lehet úgy, akkor meg viszont érdemes. Hát ezt úgy mondja az angol, hogy hijack the cost, hogy az ügyet elrabolta. Uh-huh. Az egyébként számos szempontból támogatható vagy érthető ügy, aminek lenne létjogosultsága, azt egy radikális vagy még annál is durva, mondjuk terrorista csoport elrabolja az ügyet, magáévá teszi, és onnantól kezdve ugye nincs velük. És palesztinként mit csinálsz, amikor mondjuk a Hamász oszt neked kaját, ő hoz neked fél óra alatt gyógyszert, hogyha beteg a gyereket, tehát tulajdonképpen annyira rátelepedett erre az egészre, és egy ilyen katona államot csinált belőle, ahol tényleg nincsen más lehetőség, mint harcosnak lenni, és megdögleni Allahért. Most önzőn fog hatni, de az egyetlen megnyugtató ebben az egész dilemmában, hogy nem nekünk kell megfejtenünk, és nem nekünk kell megoldást találni rá, de az viszont biztos, hogy a következő hetek és hónapok hasonló elemzés és beszélgetései körülbelül itt fognak elkezdődni, és ugyanitt fognak befejeződni. Úgyhogy most átugranék egy sokkal vidámabb témára, hogy egy kicsit oldjuk a hangulatot, mégpedig a magyar ellenzékről egy pár szót ejtsünk. Azt hittem Matthew Perry halála, milyen vidám téma. Nem, azért azt nem így vezetném föl, úgyhogy azt köszönöm, hogy itt bedobtad így. Előbb egy kicsit az ellenzékről, tényleg csak egy picit, mert körülbelül annyit ér a dolog. Egy nagyon pici szubjektív hír összefoglalóval készültem. Donát Anna meghirdette ismét a visszatérését és a Momentum szembeszállását a DK-val, mondván a hazugság politikájára nemet kell mondani, majd később hozzátette, hogy az ellenzéki együttműködés kereteit nem rúgják föl, tehát az önkormányzati választáson együttműködnek a DK-val. Majd az LMP megkritizálta a Momentumot, hogy a kordonbontás és a hasonló akciók látványpolitizálás, de a DK-val ők szívesen folytatnak akkor szorosabb együttműködést, ha már a Momentum akkor kiszállna ebből az esetleges poszt-SZDSZ-i szerepből. Aztán Dobrev Klára meghirdette a saját programját egy nagy 24.hu interjúban, aminek így lehetne a lényeget összefoglalni, hogy diktatúra van, de leváltjuk választáson a Fidesz 2026-ban, minimum 51%-ot fog elérni az akkor valamilyen formában egyesülő ellenzék, tehát akkor ezek szerint Donát Anna ezt már nem szívesen olvasta, és ekközben Jámbor András országgyűlési képviselőt húzzák a földön a rendőrök, mert nem hajlandó engedelmeskedni, vagy szót fogadni a hatósági felszólításnak egy kilakoltatási akció keretében. Tehát nagyjából így az elmúlt egy hetet így tudnám így keretezni és összefoglalni az ellenzék tekintetében. Mikor nő majd a tábor, szerintetek? Bocsánat, ez egy kísérleti színházi produkció volt, amit most lakásszín. Nem, ez egy hír összefoglaló, csak nagyon röviden, és talán kihallotta mindenki a hangomból, hogy nem szimpatizálok ezekkel a politikai erőkkel, de nem azért, mert egyébként ez ne lehetne lehetséges, hanem ők ezt nem teszik lehetővé. Szerintem egy fontos kihagytam valamit? A végén, igen. Hogy Orbán Viktor, ja. Vagy hát nem tudtál a... Ja, vagy hát általában a kormányzat egyrészt föl kell reggel, iszik egy kávét, de emellett még azt is így azon is elgondolkodik, hogy normálisak ezek? Hülyék ezek? És a válasz az, hogy igen. Uh-huh. Már az utóbbira, tehát a másodikra. Szóval, hogy és ezt most ugye azért, mert a Jámbort is hozzáraktad, a Dobrev, Donát, Cicaharc, foglalkoztunk mi is ezzel a hobbistával, ugye mondtad, hogy ismét aktiválta magát, vagy az önállóságát elkezdte hangoztatni Donát Anna. Ez egy sikerprojekt volt egyszer, tehát miért ne működhetne még egyszer? Ahogy ugye Einsteinnek van ez a régi mondása, amit egyébként nem Einstein mondott, hogy az őrület bizonyítéka, hogyha valaki ugyanazt csinálja újra és újra, és azt gondolja, hogy más lesz az eredmény, ezt az ellenzék most már 13 éve űzi ezeket. Bízik benne, hogy a körülmények változnak annyira, hogy esetleg most pont mégiscsak eddig lesz ez a kettes alához. Igen, de a körülmények nem változtak. A körülmények, ha változnak, szerintem, ha változnak, háború. Igen, de ha változnak, és szerintem most pont nem az ő javukra változnak, mert ez a háborús helyzet, már az ukrán háborús helyzet is, de most ez a közel-keleti, ez még inkább az emberekben a stabilitásra, a biztonságra való igényt erősíti. Tehát még az a, nyilván a habzószájú, Orbán gyűlölő, balos szavazó, akik a Facebookon kommentelnek, és ott
ott nagyon hangosak, azoknak jó ezek a performanszok, meg ezek a hergelések, de egy ilyen középtől kicsit balra elejeszkedő, kicsit kormánykritikus, de azért a saját életét előtérbe helyező szavazó, azért az, amikor mérlegel, hogy most én biztonságban szeretnék élni egy háborús helyzetben, és a körülményekhez képest azt látom, hogy a kormány az a helyén van, és végzi a dolgát, és mégiscsak ösztönösen azt a benyomást kapja egy ilyen ember, hogy hát azért nem kell bepánikolni, mert azért úgy néz ki, hogy kezükben van a dolog. Ezzel szemben van egy alternatíva, akik hetente egyszer elmennek a várba, és szétszerelnek kesztyűben csavarhúzókkal egy kerítést. De szerintem nem nehéz a döntés. Vagy leöntik vörös festéket. Vagy leöntik, igen, hasonló. Vagy, ja igen, vagy a jámbor, vagy fetrengenek a rendőröknek egy kilakoltatás. Ez nyilván nagyon szomorú történet, amikor valakit kilakoltatnak, és ne legyincsünk rá, hogy persze, hogy nem is ez a kérdés, hanem a politikus hogy viselkedik egy ilyen helyzetben. Én kimondottan és pontosan ezért rendkívül taszító Jámbornak az ilyen jellegű munkássága, mert ott egészen konkrétan szerencsétlen embereknek a sorsát és a történeteit használja fel a saját maga építésére. Úgyhogy neki a világon semmi kockázata nincs ebben. Én nem tudom, mennyit keres, de valószínűleg többet, mint mi itt hárman. Egyszerűen ez egész ilyen rettentően gusztustalan, hogy ott oda megy fetrengeni, és akkor tulajdonképpen ő ott egy média eseményt kreál ennek. Azt se tudjuk, hogy kit lakoltatnak ki, meg hogyan, meg mi egyáltalán a sztori, azt tudjuk, hogy őt most elviszik, ezért akkor ő most a jó ember. De egyébként most gondoljatok bele, milyen világ lenne az, hogyha most függetlenül tényleg attól a szerencsétlen sorsú embertől, akit valószínűleg kilakoltatnak, semmiképpen sem mondanám azt, hogy ne kéne kivizsgálni adott esetben ezt az esetet, és jogi úton valahogy megoldani. Az összes ilyet persze, de az sem megoldás, hogy minden kilakoltatást leállítunk, meg akkor semminek nem lesz következménye, tehát ez egy nagyon erős dilemma. De akkor mi van, hogyha jön a jogállam képviseletében a rendőr végrehajtani egy bírósági ítéletet, neki arra papírja van, hogy azt neki meg kell csinálni. Majd odajön egy ellenzéki képviselő, és azt mondja, hogy nem teheted meg, mert igazságtalan, és akkor a rendőr azt mondja, ja, jött a Jámbor András, hát akkor meneküljünk, fiúk. Jó, tehát ezért a jogállamnak ez egy olyan nagyon szintű... Nagyon fontos ez a szó, hogy jogállam. Tehát kifordítása lenne. A jogállam az nem csak azt jelenti, amit az ellenzék szeretne, hogy jelent, hogy ők bármikor megcsinálhatnak bármit, mert jogállam van. Ez azt jelenti, hogy vannak törvények, és vannak következmények. A jogállamnak, hát van egy ilyen, hogy mondjam, idézőjelben csúnya oldala ideál, is a jogállam. Ideál tipikusan. Igen. Erőszakmonopólium, igen. A különböző hatalmi ágaknak a működése szerinti, meg persze. Eleve kicsit izgalmas, hogy hozzáállnak az ilyen jogi kérdésekhez. Melyik rendező vagy filmes szakembernekhez mentek ki a rendőrök, és közölte a rendőrrel, hogy ő már pedig megtiltja, hogy az övén levő pisztoly együtt lépjen be a gyereke szobájába, ami házkutatás történt. És a rendőr meg csak azért is bement. Hát, itt már nincs jogállam. Tehát, hogy azt gondolják, hogy a jogállam, mint olyan, az egy ilyen felülírható, tehát a szabályok felülírhatóak ilyen esetekben, amikor ő az ő igazságérzetük, vagy az ő komfortérzetük sérül. Miközben egyébként meg olyan lakásmaffia ügyek zajlanak joghézagok miatt, amiket meg tényleg a Pesti srácok tárta föl az egyiket, ha jól emlékszem, az egyik ilyen csepeli sztorit, ahol fizetési meghagyásos trükkökkel sikerült kilakoltatni, úgyhogy először csak az egyharmadba tette be a lábát, azt hiszem az illető küldte a fizetési meghagyást, ami automatikusan jogerőre emelkedik, hogyha X napon belül te nem válaszolsz erre, elég, hogyha minden tizedik ilyen ügyben a postaládát nem nyitja ki időben az ember, vagy elmegy nyaralni. Tehát itt van egy olyan jogkézeg, amit valószínűleg kezelni kell, de az egész probléma halmaz teszi röhelyessé az, vagy nevetségessé az, hogy mint a földi malacot, amikor húzzák ki a farkánál fogva az ilyen természetfilmek korai verziójában, ahol még ilyen abúzusok megtörténhettek, ott húzzák a földön az elvileg emberek által megválasztott, őket méltósággal képviselni hivatott személyeket. Tehát, hogy ez egész ilyen tényleg egy ilyen kísérleti színházas komédiává válik, és a komoly ügyek egyszerűen nem kapnak helyet azért, mert az ilyen ostoba performanszok viszik el a média figyelmet. Igen, ráadásul biztos, egy dologban lehetett biztos Jámbor András, hogy őt végig fogják húzni a földön, hogyha odafekszik. Tehát akkor ez következik. A rendőrnek így kell eljárnia, tehát meg lesz a erős hát kép. Igen. Ez olyan, mint szoktuk. Igen, a kurva erős kép Bangó, is Bangóné is, de ennek van egy ex-diplomás Bangóné. Még régebbi, vagy egy ilyen komoly hagyománya ennek, ilyen 88-9, tehát az utolsó, meg szerintem inkább 8, a rendszerváltozás előtti utolsó évek, amikor ugye a szokásos március 15-i ünnepély, ahol a Batthyány Örök Mécsesnél ellenzékék összegyűltek, és ott évek, évtizedeken keresztül, és ott azért, hogy mindig volt verés. Hát ugye van ez a
ikonikus kép is, ahol Orbán Viktor gumihotozzák, még a 80-as évek elején, közepén talán. És az utolsó években is Demszky Gáborék kimentek, de hát már ugye a rendszerváltás szelei azért már nagyon itt voltak, és elképesztő mennyiségű nyugati stáb volt ott, mert arra számítottak, hogy majd itt meg fogják verni őket, és hát akkor micsoda képeik lesznek, és ott voltak a Demszkyék, és hát elkezdték volt provokálni a rendőröket, hogy na, mi van, és mondta, de a rendőr, hát Demszky úr, itt ma nem lesz verés. Tehát kb. Ez a helyzet a Jámborral, és ott végighúzták, tehát valamikor egyszerűen azért mennek oda, hogy legyen egy valami akció, amit majd a világ, vagy hát legalábbis a hazai média ország világ előtt megmutat, és feltár, és hát ők ebből politikai hasznot húznak. Politikai szadomazó, üss meg. Jó, csak amikor mondjuk egy kordonhoz mennek oda, és próbálják lefesteni, vagy nem tudom, próbálják szétszedni, tehát akkor van egy ilyen jellegű dolog, akkor nincsen mondjuk áldozata ennek a dolognak, az engem sokkal kevésbé zavar, mert ez csak itt nem tudom. Itt nekem komoly problémám az, hogy itt létező szociális problémákról terelik el a figyelmet. Amire ő nyilván azt fogja mondani, hogy hát ő pont ezért az emberért feküdt oda. Ő nem eltereli, ő felhívja. Ő azért feküdt oda, hogy megvédje ezt az embert. Én erre kíváncsi lennék, hogy az ilyen Jámborféle figurák, ezek tényleg elhiszik saját maguknak, hogy ő azért fekszik oda, vagy csak a performance-ért, és szerintem a kettő között van valahol az igazság. Tehát biztos, hogy ő a média figyelemért csinálja, de valahol az ő rendkívül szűk és hogy mondjam, tágabb valóságot értelmezni képtelen gondolkodásában, meg hát nyilván az aktivistaságából fakadóan, ő valahol tényleg egy ilyen jó embernek képzeli magát. Tehát azt gondolja, hogy ő most két dolgot is, ő most megmutatja a világnak is, tehát kap egy színpadot is, és egyébként megmutatom szintén a világnak, de magamnak is egy kicsit, hogy én jó ember vagyok, és ezeknek ennyiből áll a politizálás. Ha nem is jó, legalább Jámbor, de perceink vannak hátra, legalábbis a műsorból Matthew Perryt már bedobtad. Mindketten írtunk egy cikket annak kapcsán. Mármint ti ketten. Hogy igen, igen. Igen, akkor azt mondtam, hogy mindhárman. Mindegy. Hogy elhúnyt Matthew Perry, aki egyébként Chandler Bing volt jó pár, 10 évadon keresztül a Jó barátok című ultimatív szitkomban, ami meghatározta az amerikai popkultúrát egy időben. Ezer ága is boga lehet ennek médiatörténeti szempontból is. A sorozatnak neki is állt mindenki boncolgatni, de én azt vettem észre, és én erről írtam, és aztán Zsolt, mondd el majd, hogy miről írtál, aztán elbúcsúzunk, hogy mindenki egy olyan ember csirat, akit azt hitte, hogy ismer, mert hogy évtizeden keresztül együtt élt vele, mert nézte a sorozatot, de ez a valaki, ez egyébként már 20 év halott, hiszen azóta nincsen a sorozat. A Matthew Perryt meg nem ismerte senki, legjobb esetben csak az, aki elolvasta a könyvét, de még az sem feltétlenül. Tehát az egész egy, valójában egy hazugság, mondom ezt egy Jó barátok rajongóként, aki szerintem a Jó barátok többet használt a világnak, mint ártott volna, de egy picit egy ilyen álvalóságot adott el, nyilván, mint minden sorozat, vagy akár minden instaposzt, hazugság valahol egy interfészt mutat, ami nem igaz, és akkor még bele sem mennék abba, hogy hogy lehetett a Central Park mellett 25 éves fiatalként bérelni egy ilyen kacsalábon forgó albéletet, amikor az embernek még munkája sincsen, tehát az amerikai államról is egy egészen hazug képet mutatott, de innen nem folytatom, tiéd a szó, aztán hát nézd, vissza is veszem majd. Mit írtam erről a PSN, azt szerintem érdemes elolvasni. Ja, persze, mind a kettőt érdemes. Keddenként van a vezércikkem a Pesti srácok, mindig izgalmas, olvassák. De nagyon röviden arról írtam, hogy engem borzasztóan zavar ez az álszent hallgatás, mismásolás, ami ilyenkor történik, nem csak Matthew Perrynél, de hát végtelenség sorolhatnánk, Amy Winehouse, de hát ha egészen visszamegyünk, akkor Kurt Cobain, Elvis Presley, Jim Morrison, akik, a 27-es klub. Igen, akik, meg hát nem is csak 27-es, tehát azok a celebek, színészek, zenészek, művészek, mindenféle emberek, akik egyértelműen a drogok áldozatai lettek, beleértve a féktelen alkoholfogyasztást is, az is drognak minősül. És miközben mindenki tudja, de mégis valamiért a fősodratú média, meg a nyilvánosság ilyen álszemérmesen kerüli a kérdést, és akkor leírják, hogy a halál oka a fulladás, mert ez a hivatalos rendőrségi, nyilván a rendőrség azt teheti, vagy a halottkém megállapítja,
hogy mi volt az a szerv, amelyik felmondta a szolgálatot, mondjuk, és a tüdő. De nyilván ennek van egy teljesen egyértelműen leírható okokozati láncolata, az életmód, a hosszan tartó életmód és a végeredmény között. És ezzel nem Matthew Perryt vagy bárkit minősítünk, mert az emberek nem azért csúsznak bele ilyen helyzetekbe, mert szeretnének, hanem mert gyengék, nem tudnak mit kezdeni a hírnévvel, stb. De hogy mégiscsak valamifajta elrettentő ereje kellene, hogy legyen ezeknek az eseteknek, azok felé a rajongók, főleg fiatalok felé, akik istenítik ezeket az emberek. Matthew Perry most már nem a fiatalok bálványa, mert szegény 50, nem tudom hány éves volt, de hát Amy Winehouse inkább, vagy egy csomó ilyen fiatal, aki Avicii, a DJ. Teljesen egyértelmű, hogy mitől halt meg szerencsétlen, és ott is ilyen szív leáll, hát persze, hogy leállt a szíve, mert vannak olyan kábszerek, amitől leáll a szív. Ilyen baromi egyszerű a sztori. És ezeket, én szerintem, hogyha ezeket azért, én nem gondolom, nincsenek illúzióim, hogy a gyerekeket tanári, atya és a többi szóval le lehet beszélni arról, hogy fiatalként kicsit őrültek legyenek, és kipróbáljanak akár dolgokat is. Megjegyzem, van, aki meg tudta csinálni az élete során, hogy nem nyúlt keményebb dolgokhoz, egyáltalán nem. Én sem egyébként. És tehát meg lehet ezt csinálni, de hogyha tényleg azt rendszeresen látja, hogy bazd meg, ez is meghalt a kápszitól. Biztos, hogy akkor nekem is kéne tolnom. A Matthew Perrynél én ezt éreztem, azért írtam meg ezt a könyvet. Ezt 5 évente előszedték, hogy nézd meg, hogy néz ki szerencsétlen. Ezt a könyvet megírta, és azért én azt éreztem, hogy bár még nem sikerült elolvasnom, de a recenziók alapján, tehát a remek film, amit nem láttam, de hogy egy kicsit ő ezt az elrettentést akarta kommunikálni a világ felé. Ha már így alakult az élete, akkor ezt semmiképp sem példaként kezeljék hát őt. A Pete Best is elmondta a halálos ágyán, és ott azt legalább meg is írták, hogy gyerekek, ne csináljátok ezt. Egyrészt szerintem azért is izgalmas az ő, vagy hát nem izgalmas, ez egy nagyon rossz szó, tehát azért kíséri kiemelt figyelem az ő halálát, mert mondjuk akiket te felsoroltál, mind zenészek voltak, és azoknál valahogy jobban benne van a dologban az, hogy hát igen. Egyébként George Best, bocsánat, a Pete Best a Beatles első dobosa volt. Akkor meg nem. De hogy a lényeg az, hogy szerintem a zenészek jobban benne van, a dologban ez, hogy hát igen, bevállalják, és egy olyan életmód, stb. A színészeknél, vagy az kevésbé, főleg, hogy Chandler karakter meg egyáltalán nem ilyen volt ugye a sorozatban. Másrészt meg szerintem pont, hogy azok a cikkek, meg azok a narratívák jöttek szembe, hogy elkezdték találgatni, hogy mit fogyaszthatott. Tehát én valahogy ezt máshogy tapasztaltam, hogy másmilyen buborékban láttam, mint te, hogy jöttek ezek, és akkor pontosan milyen gyógyszereket írhattak föl neki, minek lehetett a hatása, ezt ott én inkább láttam egy ilyen nyomozó. Hát Vicodin függő volt, amit csak ennyiből különbözik a fentaniltól. Hát igen, és mert a Prince is állítólag Vicodint akart bevenni, csak hamis Vicodint adt, hamis tablettát kapott, és ezért fentanil volt, és belehalt. Most ezt valaki el fogja hinni, ezt a sztorit. Ez van a médiában. Szóval, ezzel nem tudunk. És kár ez, nagyon nagy kár ezekért az emberekért. Abszolút. Persze, nyilván elgondolkodható, hogy az öröklecke, a siker, a hírnév, a pénz nem garancia boldogságra. Legyen akkor ez a végszó. Köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm a figyelmet a nézőknek is, hallgatóknak. Jövő héten jövünk, lesz akkor is reakció. Tartsanak velünk akkor is. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.